Üdvözöllek! A CSS egy ideje támogatja már az animációk létrehozását. Tehát nem kell nekünk sem GIF-et, sem Flash-t felhasználni, vagy éppen JavaScript-et arra a célra, hogy különféle animációkat hozzunk létre. Milyen animációkról van itt szó? Hát nézzünk meg egy néhányat. Itt van például ez. Ennél írják, hogy JavaScript is felhasználásra került. Vagy itt van a következő, látható. Egyébként a kódot ezt meg is tudjuk nézni. Megnyitom, és hát látható, hogy itt JavaScript az nem is került felhasználásra. Ez tisztán CSS-sel készült. Ez az animáció. Hát aztán van itt még egy csomóféle. Jó, meg kevésbé jó. Ez is eléggé látványos. Persze vannak ilyen egyszerűbbek, ilyen hétköznapibbak. Vagy itt a következő. Vagy például ez egy ilyen, hát ikonnak mondjuk túl nagy, de akár valamilyen ikon, vagy valamilyen képként is felhasználható, esetleg animált logó. És hát vannak itt egyebek. Természetesen a CSS animációk nem csak arról szólnak, hogy ilyen nagyon látványos dolgokat hozzunk létre, hanem hát igazából egy weboldalnak egyes funkcióit is feldobhatjuk különféle animációkkal, ennél persze jóval egyszerűbb animációkkal. Egy ilyet nézzünk meg ebben a videóban. Értelemszerűen ennek a videónak nem az a célja, hogy teljes körű tájékoztatást adjon a CSS animációkról. Inkább csak egy felhívás lenne, hogy igen, erre már van lehetőség egy ideje, és majd hát később nagyon valószínű, hogy egy CSS animációkkal foglalkozó egy komplett videó is készülni fog. Tehát itt van egy ilyen nagyon egyszerű minta, itt alul látható, hogy ez hogyan néz ki. Hát ez lehet egy weboldalon például üzenetek, vagy fontos hírek, vagy akármi, ahol egy ilyen piros pögyben van egy szám, például a hírek, az új híreknek a darab számát kijelzi, vagy mondva ez lehet akármi, annyival megtoldva, hogy ez még villog is, hogy még látványosabb legyen, mert ez egy nagyon fontos dolog. Ezt nagyon egyszerűen megoldhatjuk CSS használatával, JavaScript nem minden egyéb nélkül. Hát úgy gondolom a HTML részét azt nem különösebben kell magyarázni, a CSS-ben van a lényeg. Hát itt ez a két divez egymás mellé van helyezve, ez különösen magyarázatot nem érdemel. Itt ami érdekes, a villog, abból is az animation. Ez úgy néz neki, hogy megadjuk az animációnknak a nevét, megadjuk, hogy mennyi idő alatt kell neki lezajlania egy alkalommal, illetve van ez az infinite, ennek a hatására ez folyamatosan ismétlődni fog. Megvan itt egy lekerekítés, egyébként ez egy jó ötlet arra, hogy hogyan lehet teljesen kerek alakzatokat létrehozni. Látható, hogy a szélesség magasság 20 pixel, a lekerekítés is 20 pixel minden egyes sarkán. Mivel minden egyes sarkán 20 pixel, ezért egy ilyen kerek alakzatot eredményez. És van egy ilyen, hogy keyframes villog, itt azt határozzuk meg, hogy mi történjen az animációnk során. A from, ez a kiinduló, 0,6, amelyben levesszük az átlátszóságot 0,6-ra. Majd, hogy mi legyen a végső állapot? Hát az, hogy az átlátszóság az eredeti legyen, tehát 1. Ez a 100%, ez pedig a 60%. Igazából ennyi egy animáció. Persze, hát ez a legegyszerűbb formája. Nem csak ilyen átlátszóságot módosíthatunk, hanem például módosíthatunk méretet is. Beírom ide azt, hogy 25 pixel a szélesség. Látható, mi történik. A szélessége is módosul. Tehát itt különféle értékeket tudunk módosítani egy animáció során. Hát az egyik legegyszerűbb formája az átlátszóságnak, meg a méretnek a piszkálása, de valójában egy csomóféle animációt létre lehet hozni. Mint mondtam, erről majd a jövőben valószínű, hogy készül egy komplettebb videó. Hát így egyelőre ennyi. Annyit megemlítenék még, hogy nyilván ezt az animációt a régebbi böngészők nem támogatják, de a jelenleg aktuális Firefox, Chrome és az ehhez hasonlók, azok természetesen már támogatják. Meg is mutathatom. Látható, Chrome-ban is tökéletesen működik. Hát igen, van egy kis szépség hibája a szövegnél, de most az jelenleg nekünk igazából teljesen lényegtelen.